műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nemrégiben jelent meg Gedő Ágnes újratervezés önismeret 40 felett című kötete. Nagy tisztelettel köszöntöm a szerzőt itt körünkben, aki a Fejér megyei pedagógiai szakszolgálat szakmai és koordinációs főigazgató helyettese, egyéb iránt pedig, ami nagyon fontos, hiszen a könyvindítatása is ez az alapja, felnőtt klinikai és mentálhigiéni szakpszichológus, óvoda és iskola szakpszichológus. És hát ez a könyv pedig bizony valóban, ha úgy tetszik, nekem szól, nekünk szól, középkorú Magyarországon élő felnőttek számára. És ezt nyilvánvaló az indítatás, azt hiszem, hogy az alapvetés, hiszen több évtizedes pszichológusi gyakorlatának köszönhetően indította el. Ez egy misszió, mondom én, mert így a felgyorsult világban, ebben a gyors 21. században soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy mi 40 év felettiek is elgondolkodjunk az életünk mindennapjaink mikéntjén, ahogyan továbbon. Honnét jött a gondolat, hogy ezt egy kötetben nekünk elmesélje és rábírjon bennünket, hogy odafigyeljünk önmagunkra, környezetünkre, családunkra, mindenre, ami körülvesz bennünket. Köszönöm szépen a meghívást. Csókolom a kezét. Köszönöm. Én mindig is szerettem volna könyvet írni, és mindig is nagyon könnyen írtam, és ugye én is bőven túlhaladtam már a 40-et, tehát tulajdonképpen folyamatosan kerestem a készülő könyvem témáját, és tavaly áprilisban egyszer csak egy este bevillant a fejembe, hogy igen, ez az, amit mindig is kerestem, mert hogy a 40 év felettieknek tulajdonképpen óriási nagy szüksége van segítségre. És ez hiánypótló, ez a könyv, mert hogy nagyon sok önsegítő könyv létezik Magyarországon, többféle magyar szerzők is írtak sok pszichológiai témájú könyvet. Önsegítő könyvek műfajában inkább külföldi szerzőkét fordították le magyarra. De ez valami miatt nem annyira nekünk való. Én azt tapasztaltam, miután én ezeket rendszeresen meg szoktam nézni. A magyar emberek számára nem olyan könnyen alkalmazhatók a zömében amerikai típusú önsegítőkönyvek, mert hogy teljesen más a lelki világunk, hogyha fogalmazhatok így. És nem csak, hogy mondjuk nekünk van egy sajátosságunk azért, mert mi itt élünk, hanem a 40 év felettieknek is van egy másik sajátossága. Tehát ez egy abszolút speciális, hogy itt élő és 40 év feletti felnőtteknek írtam ezt a könyvet, mert úgy éreztem, hogy eddig nem született ilyen, pedig nagy szükségük lenne a segítségre. Igen, nagyon nagy szükség. Ugye 20 évesen, 21 néhány évesen azt mondjuk, hogy azért jöttem, hogy tüzet hozzak a világra, és mi mást akarok, mint hogy égjen. És ezért mindent megteszek a szakmámban, a családomért, a gyermeknevelésben, és így tovább. Tehát, hogy kiteljesedhessek. De 40 felett már ez néha egy kicsit sok. És ezt én azt hiszem, hogy minden 40 év feletti megtapasztalta már, hogy hirtelen, mintha gödörbe kerülne. És azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt ilyen formában, tehát egy könyv formájában is, de megértsük, hogy ugye tempora mutantur, változnak az idők. Uh-huh. Igen, a 40 év fölötti életszakasz mindenkit, mondhatom azt, hogy mindenki életében egy válsággal veszi kezdetét. És ez az életközepi válság, ez bement már a köztudatba, elég gyakran használjuk ezt a kifejezést, amikor az ember rádöbben arra, hogy már nem fiatal. És ez egy pszichológiai krízis állapotnak is felfogható. Ez kinél rövidebb ideig tart, másnál hosszabb ideig tart, ugye a súlyossága is egyénenként változik. És ezt követi az, amikor az ember már
átevez ebbe a másféle életszakaszba, amit középkorúságnak is nevezhetünk. Tehát a tapasztalat és a bölcsesség segít-e abban, hogy amikor fásultságot, kiábrándultságot érezzünk, akkor ezen túllépjünk? Mit kell tennünk? Uh-huh. Ami a legfontosabb lenne, hogy igazából elfogadjuk azt, hogy már nem vagyunk fiatalok. Tehát ilyenkor nagyon sokféle pszichológiai változás megy végbe bennünk. Amikor fiatalok vagyunk, akkor nagyon sok mindent elképzelünk 20 évesen, még talán a 30-as éveink elején is. Elképzeljük, hogy milyen lesz, amikor házasságot kötünk, milyen lesz az, amikor megszületnek a gyerekeink, milyen lesz az, amikor majd lesz önálló otthonunk, és akkor eltelik az idő, és akkor mindez bekövetkezik, de közben idősebbek lettünk, és rájöttünk, hogy ez sokkal másabb, mint ahogy mi elképzeltük. Sokkal keményebb, sokkal nehezebb ez az életszakasz. Ami még nagyon fontos, hogy amikor az ember elhagyja a 40-et, vagy az 50-et, vagy akár még idősebb, akkor óriási terheket cipel. Sokkal nagyobb terheket cipel, mint fiatalon, illetve sokkal nagyobbat, mint amire fiatalon képesnek tartotta volna magát. Ugyanis ott vannak nem csak a gyerekek. A gyerekek mondjuk kamaszodnak, vagy éppenséggel kirepülnek. De nagyon sok mindenkit ez is nagyon megvisel. A szülők általában az egészségi állapotuk ilyenkor romlik, sok esetben gondoskodásra szorulnak, a munkában is egyre nagyobb a felelősség. Minden súlyként nehezedik erre a korosztályra. Én azt tapasztalom, hogy nem igazán kapnak figyelmet pszichológiai szempontból. Le lehet vedni ezt a felelősséget, vagy egy kicsit át kell élnünk azt, hogy és tudomásul venni, hogy most már egy kicsit másként viselni? Azt hiszem, hogy igen, másképpen kell, mert hogy az lenne a megoldás, és mondjuk a könyv is erre fókuszál, hogy amikor már nem legyünk fiatalok, hanem elmúltunk 40 évesek, akkor kicsikét ismerjük meg magunkat, önismeretünket fejlesszük, mert hogy 40 pluszosan már nem ugyanazok vagyunk, mint 20 évesen, akárhogy is nézzük. Nagyon megváltoztunk. Elég, hogyha visszagondolunk arra, hogy mennyire más dolgokat tartunk fontosnak. És közben, mivel annyira túlterheltek vagyunk, pontosan a saját magunkra fordított idő marad el. És amit ez a könyv próbál adni, hogy önismereti, egyrészt van az első része egy ilyen kicsit ilyen mesélősebb rész, ami leírja azt a titkos szereplőt, akit én szabotőrnek neveztem el, és igazából a személyes tudattalanunknak feleltethető meg. Kicsikét közelebb próbálom hozni az olvasót, és megoldásként is ezt gondolom a megváltozott önmagához. Derítse föl, hogy mi az, amit esetleg megtehetne, és még eddig nem tette meg. Mi az, amin esetleg változtatni kellene az életén, hogy elégedettebbnek érezze magát. Ugyanis a 40 pluszos életszakasznak a legfontosabb sajátossága az, hogy az ember elkezd kérdéseket föltenni magának. Tehát mivel már a fele elmúlt, ugye ez a 40 év ezért is ilyen bűvös szám, mert elértünk az életük felét, akkor ilyenkor a legfontosabb kérdés, hogy elégedett vagyok az életemmel? Vajon jól csinálom, hogy még akkor ezt, ha így csinálom, akkor mi lesz? Tehát, hogy itt már az álmok azok úgy már elmúltak, és itt vagyunk a valóság kellős közepén. Nagyon nagy szerepet kap ebben a korban az, hogy próbálnak elégedettebbek lenni. És ehhez szerintem az az út vezet, hogy ismerjük meg jobban saját magunkat. És honnét kapjuk a pozitív megerősítést ehhez? Ez nagyon jó kérdés, mert a külvilágból nem igazán. Azért is nehéz a mostani 40-esek, életkorúak helyzete, mivel a mai, nem csak itt, hanem a világon mindenhol, a társadalmak abszolút a fiatalságot és a szépséget favorizálják. Elég megnézzünk mondjuk a reklámokat, amik futnak a tévében, hogy kik szerepelnek mondjuk a kozmetikumoknál és a ruháknál, és kik szerepelnek a gyógyszereknél és a takarítószereknél. És ezt a középkorosztály látja. És azért tartom ezt igazából nehéznek, nagyon nehéznek nekik, mivel ők cipelik a legnagyobb terhet. Tehát hihetetlen terhet visel a derékhad. Útnak indítja a gyerekét, gondoskodik a szüleiről, elviszi a munkát, abszolút felelősségteljesen,
És érezheti, joggal érezheti azt időnként, hogy cserébe pedig nem kap semmit. Tehát egy csalódottság van bennük. Tehát egyre inkább úgy vagyunk, hogy tervet mondunk, miközben csak eshetőségre gondolunk. Vagy még rosszabb a helyzet, hiszen nem bízunk önmagunkban, nem bízunk abban, hogy azokat a terveket, amelyeket kitűztünk célul, adott esetben magunk elé megvalósíthatjuk. Hát igen. Ez komoly problémát jelent? Igen, igen. Amikor az ember eléri ezt az életkort, akkor azzal is szembesül, ez az életközepi válságnak az egyik jellemzője, hogy nagyon sok álma terve nem vált valóra, és mivel már a felét elhagyta, most már nem álmok meg felhők vannak előtte, hanem nagyon jól látja, hogy mi az, ami még rávár, nagyon jól tudja, hogy valószínűleg azokat már soha nem tudja megvalósítani. És azt is sokakat elszomorít, hogy látják, hogy ha így folytatják, akkor ugyanez vár rájuk. Egy másik nagyon fontos dolog, nagyon fontos különbség a fiatalság és az életkor között, hogy amíg az ember fiatal, addig nagyon sok élethelyzetében úgy van, hogy hát ez csak ideiglenes. Mondjuk van egy rossz kapcsolata, és azt mondja, hát ez csak ideiglenes, majd, vagy egy rossz munkahelye, ez majd később másképpen lesz. És amikor elér ebbe a korba, akkor rájön arra, hogy ez nem ideiglenes, ez a valóság, ez az életem. És ha ezt így folytatom, akkor végig ez lesz, mert a felét már elértem. Mit kezdjünk a nyugtalanító gondolatokkal, amelyek tulajdonképpen körülölelik a mindennapjainkat? Minden élethelyzetben, a munkahelyünkön, a családunk tekintetében, otthon, hiszen idősek már a szüleink, nem úgy alakul a gyermekeink sorsa, hogy mi azt annak idején megálmodtuk, és így tovább. Igen. Valóban a legtöbben többszörösen nehezített élethelyzetben vagyunk. Az ember szerintem ilyenkor más nem tud csinálni, nem tudja megoldani az élete összes problémáját. Igazából csak saját magával tud valamit kezdeni. És a nyugtalanító gondolatok legnagyobb ellenszere a saját stressz szintünk csökkentése. Mást szerintem nem is szükséges tennünk, és erre viszont nagyon jó módszer a lazítás vagy relaxáció. Ezt rendszeresen kell alkalmazni. És persze természetesen mindez nem elég, hiszen társas lények vagyunk, és hogyha nyugtalanít bennünket valami, akkor fontos, hogy legyenek működő kapcsolataink is, amiben meg tudjuk osztani az aggodalmainkat. Tehát önismeretre van szükség. Igen. Mindenképpen. Ahogy ön fogalmaz, friss érzések, üdítő impulzusok, azt hiszem erre vágysz, a felszínen pedig talán úgy érzed, hogy kicsit beleragadtál a jelenlegi élethelyzetedbe. Egészen bizonyos, hogy mostanra rutinosan zsonglőrködsz a család, a társadalmi kapcsolatok és az anyagi felelősség területein, de valami, mintha mégis hiányozna ahhoz, hogy jól érezd magad a bőrödben. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a jókedv egyre inkább elkerüli egy bizonyos korosztályt, hogy hajlamosak vagyunk nem gondolkodni azon, ami zavar bennünket, hanem csak úgy túllépni, mintha mi sem történt volna, akkor ez nagyon komoly probléma. De mi a teendőnk? Mert ugye itt már érintettünk nagyon sok mindent. Van erre önismereti út és gyakorlat? Igen, van. A könyvnek a második felét, ami nem ilyen történetek és gyakorlati megközelítés, célzottan úgy építettem föl, hogy az olvasóval egy önismereti utat járasson végig. De nagyon fontos, hogy ezt az itt élőkre szabtam, tehát nagyon lassan, nagyon fokozatosan, semmiképpen nem úgy belevágunk a közepébe, mert tudomásul kell vennünk, hogy nekünk azért nem olyan könnyű változtatni, már csak az életkorunk miatt is, vagy akár amiatt is, hogy esetleg sok és súlyos problémát kell cipelnünk, vagy a környezetünkben élők cipelnek sok és súlyos problémát. Amit én nagyon fontosnak tartok, hogy ismerjük meg a lelkünkben lakó szabotőrt. A szabotőr az tulajdonképpen az a részünk, akit nem tudunk az akaratunkkal befolyásolni. De ő nagyon is beleszól a döntéseinkbe, a cselekedeteinkbe, ezt a könyvben példák széles sorával próbálom érzékeltetni.
Na, a tudattalan az már egy eléggé régi felfedezés, 150 évvel ezelőtt Sigmund Freud írta először a személyes tudattalant, és utána számtalan követője fejlesztette ezt az elméletet tovább. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy nem mindent tudunk az akaratunkkal befolyásolni, és nem is mindenre emlékszünk, ami velünk történt. És nem is mindenre vagyunk hatással, mert hogy akár, hogyha van egy ilyen gyakorlat a könyvben, a korlátozó hiedelmeink, tehát amiket mondjuk gyerekkorunkban nekünk mondtak a szüleink, vagy a más közeli hozzátartozóink, az esetleg beleivódhatott a lelkünkbe. És akkor már nem is emlékszünk talán az emlékre, de ez a belső kritikus, ez mégis velünk maradt, és nagyon sokan gyakran hallják ezt a belső kritikus hangot, aki azt mondja, hogy ma megint hülyeséget csinálsz, jobb, ha bele se kezdesz, tehát hogy őt sem, a belső kritikusunkat is eléggé nehéz megközelíteni. De mindennek az a kulcsa, hogy legyünk bátrak, és ismerjük meg jobban saját magunkat. Hogyha feszültségeink vannak, és problémáink vannak, akkor én nem tudok jobb utat, mint hogy így merüljünk le egy kicsikét a saját mélységeinkbe, és járjuk végig ezt az önismereti utat, akár a könyv gyakorlatainak a segítségével. Ez tanulható? Vagy idő kell hozzá, és tudatosan kell ezt megvalósítanunk? Ami a legfontosabb, az talán az, hogy beismerjük, hogy probléma van. Ugyanis, tehát ez a legnehezebb. Mindig az az első lépés. Ugye a könyvben például szó esik a magányról is, mint egy gyakori problémáról ennél a korosztálynál. Akkor tudunk bármilyen problémával valamit kezdeni, hogyha először is beismerjük, hogy van. Tehát, hogy biztosan mindenki ismer a környezetében olyan embert, akiről ő tudja, hogy gondja van, de ő nem ismeri el. Tehát, hogy akkor tudunk változtatni, hogyha elfogadjuk azt, hogy valamiféle problémánk van. És akkor, ha elfogadjuk, akkor elkezdjük a megoldásokat keresni, és az ember egyedül is eléggé messzire juthat véleményem szerint, például mondjuk egy önsegítőkönyvvel, de ez önsegítőkönyv, ez nyilván nem is szabad, hogy olyan mélyre menjen, mint akár, ha valaki pszichológiai konzultációra jár szakemberhez. Mit kezdjünk azzal, ha a társaságban, a társaságunkban, illetve a családunkban is magányosnak érezzük magunkat? Hiszen az egy nagyon komoly krízis helyzet mindenképpen. Így is, úgy is. Igen, hát nem csak akkor magányos valaki, hogyha egyedül lakik, hanem akár családban is érezheti magát magányosnak. Talán azt mondhatnám erre, hogy attól függ, hogy mennyire érzi súlyosnak a helyzetet. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy segítségre van szüksége, mondjuk egy ilyen helyzetben, akkor akár szakemberhez is fordulhat. De én nagyon jól tudom, mert hogy végeztem egy ilyen felmérést, hogy ha valakinek valamiféle problémája van, akkor első körben a családjához fordul. Vagy nem, első körben, bocsánat, első körben egyedül próbálja megoldani. Tehát ez a legelső. Hogyha nem boldogul a probléma megoldásával, utána fordul a családtagjaihoz és a barátokhoz, utána elkezd az interneten keresgélni a problémára, és csak utána fordulhat szakemberhez. Tehát, hogy a szakemberhez, pszichológushoz, pszichiáterhez eljutni egyáltalán nem könnyű. Az emberek nagy többségének az csak egy sokadik lépcsőfok. De egyébként egyedül is messzire lehet jutni szerintem. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a gyöngyhalász, aki számtalan kosarat teletölt üres kagylóval és silány értéktelen gyöngyel, mint ahogy a tengerfenekéről felhoz azt az igaz gyöngyöt, amely méltó a királyi koronára. Ez egyébként csak idézem Kuprint, de ez nagyon is valóságos a mindennapi élethelyzetekben is, ha valaki krízisben van. Igen. Krízist akkor szoktunk krízisről beszélni, hogyha a helyzet, vagy legalábbis pszichológusi körökben, akkor, hogyha a helyzet eléggé súlyos, és akkor azért általában azt szoktuk javasolni, hogy kérjen segítséget az illető. De nagyon sokan igazából nem krízisben vannak, hanem
ebben vannak ilyen, van egy kifejezet, amely kifejezetten feszültségekről, hangulati hullámzásról szól. Szerintem valamennyiünket elértek már ezek. És ez nem feltétlenül krízis. Akkor beszélünk krízisről pszichológiailag, ha valóban nagyon súlyos és nagyon intenzív tünetekkel jár. Mi rosszul érezhetjük magunkat szerintem, anélkül is, hogy krízisben lennénk. A középkorúakra szerintem inkább az jellemző, hogy rosszul érzik magukat, sokszor nem is tudják az okát, és valamiféle tartós elégedetlenséget éreznek, ami kicsit olyan unalom, kicsit feszültség. Úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül krízis. Az már krízis, hogyha mondjuk ott hagyja a családját, van egy ilyen történet a könyvben, és felborítja az életét, és összeköltözik a fiatal beosztottjával, és közben akkor az egész családi rendszer felborul. Ez egy családi krízis. Nagyon sokan benne maradnak a helyzetben, és csak szenvednek esetleg, nem csinálnak semmit, vagy a másik lehetőség az, hogy éppen mindent felborít. Tehát, hogy én azt tapasztalom, hogy kevés jó mintát látunk magunk körül arra, hogy középkoron is lehet változtatni az életünkön. De hát nyilván lehet, hiszen ez a meg annyi tanács, csináld, ami jól esik, nem akarom mondani a sok-sok, de nem jó, ha minden marad a régiben. Tehát ez az alapja, igen, mindenképpen, hogy tennünk elő magunkért? Igen, igen. Ennek az életszakasznak egyébként ez nagyon erős jellemzője. Vegyük például a barátkozást. Abszolút igaz az, hogy felnőtt korban akkor tudunk új barátokat szerezni, ha ezért teszünk. Mert hogy gyerekkorban teljesen más a helyzet, tehát ebben az életkorban igen, tennünk kellene ahhoz dolgokat, hogy jobban érezzük magunkat, csak az a probléma, hogy ekkora már eléggé sok szokás és rutin van az életünkben. Sokkal jobb, kevésbé merünk kockáztatni akár egy új programmal, egy új partnerrel, egy új munkahelyel. Tehát, hogy amikor az ember már nem fiatal, akkor természetszerűleg jobban ragaszkodik a szokásokhoz, inkább ezt mondanám. És minden, tehát nagyon erős a biztonság szükséglete, és sokkal jobban tart a változástól. Ez az, ami leginkább visszatartja a középkorokat attól, hogy más irányba induljanak el. Tehát próbáljuk megkerülni a rutint? Hát ezt én előírnám bizonyos mértékig. Inkább azt mondanám, hogy próbáljunk a komfortzónánkból kilépni. Ugyanis ami nekünk a legnehezebb, az, hogy átlépjük a komfortzónánk határait. Mert hogy amúgy sincs egy középkorak túlságosan sok önbizalma, sok minden miatt, és emiatt próbál a biztos keretek között maradni. Holott a változás mindig csak úgy tud eljönni, hogyha kilépünk a komfortzónánkból. Akkor tudunk új dolgot megtanulni, hogyha új emberekkel találkozni, de azért van mindannyiunkban egy félelem ezzel kapcsolatban. Tehát legyen bennünk a felfedezés, vagy ha úgy tetszik, az újra felfedezés misztériuma? Figyeljünk rá? Igen, és az érdekes, hogy szerintem mindannyian vágyunk erre. Vágyunk a változatosság, különben nem élnénk át ezt a csalódottságot, vagy nem is tudom, kifogalmazott így, hogy dagasztjuk a langyos iszapot, egy ilyen megfogalmazás. Tehát, hogy egyszerre vágyunk arra, hogy valami új legyen, és egyszerre félünk tőle, mert ragaszkodunk a megszokott rutinjainkhoz, és nem merünk változtatni. Én fölírnám, én saját magam számára egyébként én fölírtam, hogy ki kell, muszáj kilépni a komfortzónából minimum egy évben kétszer, hát így bután hangzik, de ha valamihez nincs kedvem, akkor azt szándékosan ilyen olyan helyzetbe hozom magam, hogy csináljam, és ezt mindenki másnak is ajánl, mert akkor nehéz, de utána viszont az ember sokkal jobban érzi magát. Történjék így, én ezt javaslom 40 feletti hölgyeknek, uraknak egyaránt, és miközben önnek megköszönöm, hogy rendelkezésünkre bocsájtott ezt a könyvet. Én azt kívánom, hogy minél többen vásárolják meg, fogadják meg a tanácsait, kiki a saját gondolatainak megfelelően természetesen.
És hát igen, mert az önismeretre 40 felett mindenképpen szükség van. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, Gedő Ágnes szakpszichológus volt a vendégem, a most megjelent könyve pedig az Újratervezés, amelyben Önismeret 40 felett címmel azt hiszem, hogy nagyon sok minden érdekességet és nagyon fontos, mindannyiunk érdekében fontos tanácsokat kaphatunk, hogy mit kell tennünk a jövőben magunkért, a környezetünkért, mindnyájunkért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.